DVTK. A borsodi és a Volkswagen bemutatja. Emlékszel arra, hogy ennyi Diósgyőri fiatal lett volna együtt egy helyen valamikor? Hát nem nagyon, megmondom őszintén, bár azért voltam már olyan rendezvényen itt, ahol sokan voltak, de azért öröm látni ennyi sok gyereket, és főleg az az öröm, hogy ezek a gyerekek mint a Diósgyőrihez tartoznak. Saját gyerekeidet hoztad? Itt van a kicsi, itt van a nagy, ő már nincs. Mi is úgy gondoljuk, hogy körülbelül azokkal, akikkel foglalkozunk, azoknak a 6-8-10%-ából lehet profi sportoló. Hogyha ezt a létszámot megnézzük itt, mert 1000 gyerek azt szerintem biztos, hogy itt ránézésre. Hogyha ebből mondjuk 80-100 profi sportoló lesz a DVTK-nak, akkor már rendkívül jó. A sakkozó gyerekeknek mit hoz a Mikulás? Csak egy csoport képet hoz, az NBA egy B-s csoportos fényképet és édességet. Csodálatos, mert ezt a rengeteg piros fejedbe öltözött gyermeket. Hát én nagyon örülök neki, hogy van egy ilyen kezdeményezés. Én, mint asztali teniszbe tudok nyilatkozni, de nálunk 3 hónap alatt van körülbelül 20-25 gyerek. Úgy gondolom, hogy ez azért egy elég jó szám, de hát a fociban természetesen sokkal több van. Nagyon jól látni őket. Mit hozza az asztali teniszező gyerekeknek a Mikulás? Hát ez titok, majd a végén meglátják. Egy kis pingpong ütő lesz különben, de... Tehát nem akartunk csokoládét, hogy ne hízzanak tőle, egy kis pingpongütőt kapnak. Gondolom, hogy ez nagyon jó kezdeményezés a Diósgyőr részéről, illetve Furman Géza részéről, hogy megszervezte a Mikulás ünnepséget. Lehet látni
a Gyurgy család minden szakosztálya jelen van. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó rendezvény, hogy egy együttű tartozást kifejezi a Gyurgyiek részéről, és nagyon jó látni, hogy ennyi gyerek, ennyi szülő eljött erre a rendezvényre. Hány darab sportolótok van egészen pontosan? Hány gyerekről beszélünk a vírusnál? Körülbelül olyan 78-an. És mit hozott nekik a Mikulás, akik itt vannak? Mikulás csomag van, és egy vírusos kitűző. Számlál jelenleg a jégkorong utánpótlás? 200, hát most pont a számot nem tudom, de 210 fölött vagyunk, 20 alatt. Hát nekünk folyamatosan van Mikulás, pont a feleségemmel is beszéltem, hogy már megint jövünk. Hát jár ide a Mikulás hozzánk, az előző meccsen is voltak. Szerintem, hogy ez a Brassó elé találkozom, volt a szurkolói Mikulás, nagyon örültek a gyerekek neki. Úgyhogy most meg egy újabb DVTK Mikulás lesz, szépen sorban. Tehát ez is azt jelzi, hogy jók voltak az idén. Igen, jók voltak. Virgács az egyik se kapott. Azért jó körbenézni, nem? Igen, én szeretném, hogyha legközelebb már partnerekkel együtt mondjuk egy háromszor ekkora csarnokot tudnánk megtölteni. Mit fognak kapni a gyerekek? Én úgy tudom, hogy minden csapat megkapja a saját csapatának a fotóját. Illetve nyilván a futballról tudok nyilatkozni, hogy focisták megkapják majd egy-egy csokoládét még mellé. De látom, hogy ugye ajánlás volt, hogy a DVTK alkalmazottai is hozzák el a gyerekeket. Hát nálad ezzel probléma nincs? Hát nálam nincs. Lehet, hogy most még ők a legrosszabbak, de remélem, hogy hamar el fognak fáradni. Jó, hát feltételezem, hogy mostantól minden évben hagyomány lesz, mert jó itt körbenézni. Biztos vagyok benne, hogy ebből hagyomány terem.
azután ne legyen DVTK Mikulás rendezvény. Hát én azt gondolom, fergetegesen sikerült. Eleve nagyon jó az ötlet, mondom, hogy összegyűjtsük ide egy kukolcba a gyerekeket, egy picit megversenyeztessük a különböző szakosztályokat. Nagyon jók voltak a feladatok, és nagyon-nagyon jó volt látni több száz gyereket együtt ilyen erővel kiabálni és énekelni az Érika szülőt, vagy pedig a Diósia indulót, meg hát a ritmusokat, amiket egyébként a megküzdésen is hallhatunk. Nagyon jó volt hallani a szurkolásokat a srácoknak, és nekem az jutott eszembe, hogy talán nem csak sportolókat nevelünk, hanem valahol szurkolókat is. Abszolút. Én azt gondolom, hogy aki ma eljött, az biztos, hogy jó szurkoló lesz, mert ilyen erővel és ilyen lendületen azt gondolom, hogy az országok jövés működnek.